80 esztendővel ezelőtt, 1937. november 28-án leplezték le a ma is a múzeum udvarán díszelgő Jókai szobrot, Berezd Gyula komáromi szobrászművész alkotását. 9 szobrászművész pályaművéből az övére esett a választás. Erről emlékeztek meg a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Dunamenti Múzeum közös szervezésében a városunkbeli polgárok. Keszeg Margit, az egyesület elnöke elmondta, 8 évtizeddel ezelőtt több ezeres tömeg gyűlt össze a szoboravató ünnepségen, 33 évvel nagy nemzeti mesemondónk halálát követően. Szólt arról is, hogy az akkori csehszlovák miniszterelnök Milan Hodzsa is részt vett az ünnepségen, és köszöntőjét magyarul mondta el. Hányszor érte látott, lehet nem is engedte a szorát, nem Az ünnepség a múzeum dísztermében folytatódott, ahol Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, Reményik Sándor, Templom és iskola című költeményét adta elő. Mácza Mihály történész a Jókai szobor történetéről, a szoborállítás előzményeiről szólt. Így például a Jókai Egyesület által folytatott országos gyűjtésről, melynek köszönhetően 16 ezer aranykorona gyűlt össze. Közbeszólt azonban az első világégés, és az adakozásból összegyűlt pénz értéktelenné vált. Jókai Mórnak már volt egy gipszből készült szobra, melyet Bőti Zsolt az Erzsébet-szigeti kertjében helyezett el, és maradványát ma a múzeumban őrzik.